Sziasztok! Ebben a videóban ismét babás vizekre evezünk, ugyanis ma olyan dolgokról fogok mesélni nektek, amiket nem feltétlenül említenek a babavárás, illetve a babázás kapcsán, amik talán kimaradtak a könyvekből. Engem ezek közül több dolog is váratlanul ért Lili születése után. Nyilván most már Vincénél azért volt némi tapasztalatom, de arra gondoltam, hogy ezeket megosztom veletek is, hát ha hasznos lesz, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Az első dolog, amiről én nagyon keveset olvastam, illetve hallottam, és teljesen váratlanul ért Lili születése után, azt gondolja az ember, hogy megszületik a babája, és a hasa súty! Szépen visszamegy laposba, vagy hát legalábbis valami hasonlóba, mint amilyen a várandóság előtt volt. Nos, ez nem így van. Konkrétan a szülés utáni következő napon még nagyjából úgy nézel ki, mint aki 6 hónapos terhes. Nem napok, hanem sokkal inkább hetek kellenek ahhoz, hogy a hasad visszaálljon a normál, úgymond normál állapotába. Lehet, hogy ez szerencse, meg genetika kérdése is, hogy kinek mennyire, meg milyen hamar húzódik vissza a hasa. Mindenhol azt látjuk, olvassuk és halljuk, hogy a szoptatás mennyire fontos, és hogy mennyire jó a babának és a mamának egyaránt, viszont azt nagyon kevés helyen mondják, hogy borzasztóan fájdalmas tud lenni az első időkben. Nekem konkrétan most Vincénél az első hónap konkrétan borzasztó volt szoptatás szempontjából. Hihetetlen fájdalmaim voltak, rengetegszer sírtam szoptatás közben, és azt hittem, hogy ez soha nem lesz jobb, de szerencsére jobb lett. Erről nagyon-nagyon keveset hallani, és szerintem pont emiatt nagyon sokan egyszerűen feladják, és nem tartanak ki, mert azt hiszik, hogy ez a fájdalom örökké tart, de ez nem így van. Hogyha tényleg húzamosabb ideig tart ez a fájdalom, akkor érdemes felkeresni egy szoptatási tanácsadót, mert akkor elképzelhető, hogy valami olyan dolog miatt fájdalmas ez, ami orvosolható. De az is tény, hogy a melleknek azért hozzá kell szokni ehhez a terheléshez, és ehhez bizony idő kell. Nyilván ez is alkatfüggő, hogy kinek mennyi idő kell. Vannak olyanok, akiknek első perctől kezdve sícsúgy, így megy a szoptatás, semmi fájdalom, minden happy, minden szuper, minden tök jó. De vannak, akiknek hetekig fájdalmas, de én azt gondolom, hogyha kitart az ember, és ha nem fél segítséget kérni, akkor bizony ezen lehet javítani, és mondom, nekem most már semmi problémám. Nagyon sokan mondják azt az újszülött babákra, hogy nem csinálnak más, csak esznek, meg alszanak. A nagykönyvben ez biztosan így van, de azért szerintem elég sok babánál ez bizony nem így működik, mert bizony nyűglődnek, pocakfájósok, keresik úgymond a helyüket. Ugye 9 hónapig benn voltak az anyamében, ahol minden olyan meleg volt és védve voltak, aztán kijönnek ide a fényes, zajos világba. De én azt gondolom, hogy az, hogyha az első időkben tényleg sokat van test közelben a baba, akkor az sokat segíthet a komfort érzetén. A következő dolog, amiről beszélni szeretnék, az a mérlegelés vagy méricskélés. Ugye anyateljes babáknál szokták javasolni, hogy az első időkben mérjük a baba súlyát. Szóval, anyateljes babáknál szokták javasolni, hogy az első időkben minden szoptatás előtt és után mérjük le a súlyát, hogy tudjuk, hogy nagyjából mennyit evett a baba. Na most ebben konkrétan bele lehet csavarodni. Vincénél körülbelül az első 2 napban csináltam azt, hogy minden etetés előtt és után mértem a súlyát. Aztán egyszerűen meguntam, mert hogy egy csomószor volt az, hogy elaludt szobizás közben, akkor ráraktam a mérlegre, attól felébredt, akkor idegeskedtem, hogy az előző evésnél ennyit evett, a következőnél kevesebbet, most miért nem evett annyit, most miért evett olyan sokat. Úgyhogy én ezt feladtam, és hetente egyszer mértem meg, akkor ugye pucéran, tehát ruha, pelus, minden nélkül rátettem a mérlegre, heti egyszer megmértem, és figyeltem, hogy meglegyen a heti súlygyarapodása. Vannak olyan szituációk, amikor szükséges az, hogy folyamatosan mérjük a baba súlyát, például, hogyha sárga, vagy nem gyarapodik megfelelően, de én azt gondolom, hogy alapvetően ez a minden szopizás előtt és után mérjük le heteken keresztül, ez szerintem teljesen felesleges, mert tényleg csak bekattant tőle az ember. Rengeteg embertől hallottam azt, hogy a szoptatás alatt le lehet fogyni.
Na most én konkrétan nem fogyok szoptatás alatt, és rengeteg embertől ugyanezt hallottam. Nem tudom, hogy ez mitől függ, hogy ki fogy, vagy ki nem fogy szoptatás alatt, mert hogy nem zabálok össze-vissza, odafigyelek az étkezésemre, sőt még mozgok is, ennek ellenére nem nagyon fogyok. Úgyhogy valószínűleg ez genetika is, bár az is igaz, hogy nekem van ugye pajzsmirigy agyműködésem, illetve inzulin rezisztenciám is, és ezek ugye általában nehezítik a fogyást, de ezek a betegségek kezelve vannak. Minden esetre azért szeretném már, hogyha a mérleg megindulna lefelé, de van egy olyan érzésem, hogy ez nem a szoptatás alatt lesz. Szóval ne lepődjetek meg ti sem, hogyha azt látjátok szoptatás alatt, hogy egyszerűen nem akar moccanni a mérleg, sőt, rengeteg embertől azt hallom, hogy inkább híznak, mert egyszerűen borzasztóan éhesek folyamatosan a szoptatás miatt. Én azt mondanám, hogy figyeljetek oda arra, hogy hogyan táplálkoztok, ne éhezzetek semmiképpen szoptatás alatt, de azért arra is figyeljetek oda, hogy ne vigyetek be sokkal több kalóriát, mint amennyire valójában szükségetek van. Rengetegen dicsekszenek, hogy a babájuk már átalúzta az éjszakát egy hónaposan, ami tök jó dolog. Egyébként Vince is most már nagyjából 2 hónapos kora óta átalúzta az éjszakát, de tudom, hogy ez az állapot nem biztos, hogy örökké fog tartani, ugyanis Lilinél is az volt, hogy 3 és 5 hónapos kora között gyönyörűen átaludta az éjszakákat. Én meg happy voltam, hogy hát úristen, hát milyen éjszakázásról beszélt itt mindenki, hát alszik a gyerek, én is alszom, mindenki boldog, mindenki kiegyensúlyozott, nem vagyok fáradt. Aztán nagyjából 5 hónapos kora után, körülbelül 1,5 éves koráig egyetlen átaludt éjszakája sem volt, sőt többször is ébredt egy éjszaka. Ugye bezavarhat nekik a fogzás, a hozzátáplálás, a mozgásfejlődés, szeparációs szorongás, rengeteg minden bezavarhat a kisgyerekek alvásába. Szóval, hogyha átalussza a babátok az éjszakát, akkor örüljetek nagyon, becsüljetek meg minden egyes átalult éjszakát, de ne bízzátok el magatokat. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha esetleg eszetekbe jut még nektek is valami a téma kapcsán, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!